Még tavaly húsvétkor nyitották meg a Sóstói Múzeumfalu Tóth Istváni csűrében azt az állandó kiállítást, ami a Megyei Értéktárbizottság 150 darabját mutatja be. Ez is egyike azoknak a közös programoknak, amely a már élő kapcsolatot mutatja a szervezetek között. Az írásbeli megállapodás 4 oldalú, a Vármegyei Önkormányzat, a Vármegyei Értéktárbizottság, a József András Múzeum és a Sóstói Múzeumfalu között jött létre. Erről tartottak sajtótájékoztatót. Egy létező együttműködésről beszélünk, amely az intézmények jellegéből is fakad, hiszen hogyha a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárról, vagy a Vármegyei Önkormányzatról beszélünk, vagy akár a Sóstói Múzeumfaluból, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek a vármegyei örökségnek a megőrzése az egyik fontos eleme, amely megjelenik az intézményekben, másrészt pedig a kultúra, az örökségeink ápolása, az értékeink őrzése, és ennek keretében már valóban rengeteg olyan programot valósítottunk meg, amellyel akár a Sóstói Múzeumfaluban helyben, kapcsolódva akár egy rendezvényhez, vagy bármilyen más programhoz, vagy akár pályázatok megvalósításával, amelyből kiemelném például a Hungarikum pályázatot, amelyből sikerült megvalósítani a Sóstói Múzeumfalu területén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktárnak a fizikai helyszínét a Jánkmajtisi portán, vagy akár közös megjelenéseken, például legutóbb az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon a Sóstói Múzeumfalu és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár közösen jelenített meg egy standot, ahol bemutattuk a vármegyénk értékeit, kincseit, tehát rengeteg olyan program van már mögöttünk, amelyet közösen valósítottunk meg, viszont nem volt még ez formális megállapodásba öntve, és úgy gondoltuk, hogy mind igazgatóasszonnyal, mind igazgatóral, hogy szeretnénk ezt megerősíteni egy írásos dokumentummal, amelyen reméljük, hogy egy újabb lendületet, és talán magunk felé is egy elkötelezettséget, egy még nagyobb köteléket tudunk kialakítani, amelynek a fő motivuma, még egyszer kihangsúlyozom, nem a kultúra és az értékeink őrzése és ápolása. A szoros szakmai összefonódás nagy öröm a Sóstói Múzeumfalu számára is, hangzott el a tájékoztatón. Legalapvetőbb az, hogy a Hungarikum pályázatból életre hívott értéktár kiállításunk folyamatosan bővül, vállaltuk azt, hogy mint kiállító hely biztosítjuk a bemutatását a megyei értéktárban szereplő elemeknek, ezt évről évről bővítjük, illetve olyan programokat hozunk létre, mint például az Értékes Napok, amiben idén a Bereggi Tájegység volt a vendégünk, Baracsi Endre elnök úr volt a házigazdája a rendezvénynek, jövő évben is lesz majd egy értékes napunk, amikor egy másik tájegység másik értékeit fogjuk bemutatni, tehát vállaljuk azt, hogy mind kiállításban, mind programokban az értékeket előtérbe helyezzük. Az együttműködést a megállapodás ünnepélyes sajtó nyilvános aláírásával pecsételték meg a szervezetek.